Az öreghegyi mulatságok egy térségi eseménynek indult még 1991-ben. A motto akkoriban az volt, Öreghegy vendégül látja a várost. Ez pedig még ma is érvényes. A különbség csupán annyi, hogy mostanra legalább 10 000 ember látogat ki az öreghegyi mulatságokra, mondja Östör Anna Mária önkormányzati képviselő. Több ezer ember látogat ide. Szeretnénk a hagyományt annyiban követni, hogy ez mulatságok. Ezt azért rendezzük, hogy jól érezzék magukat, szórakoztató programok lesznek, minden korosztály számára igyekszünk valami újdonságot nyújtani. Az öreghegyi mulatságokra a városban közlekedő kis vonattal is el lehet látogatni. Az első járat 3:45-kor indul majd a Városház térről. A gyermekeket a Borivár területén működő gyermekvigyázó várja, amennyiben a szülők a kicsik nélkül szeretnének körülnézni. A hagyományoknak megfelelően természetesen idén sem maradnak el azok a programelemek, amelyek már 20 éve kísérik az öreghegyi mulatságokat. Először a borrendek felvonulása és a borkirálynő megkoronázása lesz, ami már ugye 20. éve hagyomány ezen a rendezvényen. Utána pedig dr. Cserpakovics András polgármester köszönti a résztvevőket. Ezt követően kerül sor a kenyér megszentelésére. Tornyai Gábor atya, az öreghegyi plébános fogja megszentelni az új kenyeret. Utána jönnek a szórakoztató programok, amikor ennek a protokolláris résznek vége van. A szervezők a kirakodó vásár és a színes gyermekprogramok mellett a felnőttek számára is változatos műsorról gondoskodnak. Az est folyamán Somló Tamás és zenész barátain kívül Komár László, Jónás Andi és Fehér Adrien is színpadra lép. A rendezvényt pedig egy zenés tűzi játék zárja. Ezután folyamatosan közlekedő buszokkal lehet visszatérni a belvárosba.